Köszöntöm Önöket, Rajkó Balázs vagyok, és azért jöttem ide újra a Beregi Tájházhoz, mert húsvét van. Húsvét vasárnap. És szeretnék Önöknek két olyan dolgot bemutatni, ami nélkül szerintem nem húsvét a húsvét. Az egyik a sárga túró. Kóstolták már? Nem? Én ma meg fogom kóstolni, és elmondom, hogy hogy készül. A másik pedig a hímes tojás. A hímes tojás, amit hétfőn a locsolók kapnak ajándékba. Na de hogy hogy készül a valódi, az igazán szépséges, tartsanak velem! Gyerekkoromban mindig a nagyszüleimnek az udvarán voltak elrejtve az ajándékok, meg a hímes tojások. Körülnézek, hát ha találok. Gyertek! Én az előbb voltam kint a kertbe, egy fia hímes tojást nem találtam, és akkor gondoltam, hogy valószínűleg most készülnek. Így van, most készülnek a hímes tojások, illetve készülni fognak. Jelenleg salánki, hagyományos salánki viaszos hímes tojást készítünk, és azért tettem hozzá, hogy salánkit, mert hogy Ugocsában volt ennek hagyománya, vagy még mondhatjuk, hogy ma is hagyománya van, mert azért vannak olyan igényes családok, ahol még készítenek, vagy készítetnek viaszos hímes tojásokat. Ez úgy kezdődik a történet, hogy a tyúk elvégzi a dolgát, igen, megvan a és tojás. Adott a tojás. Na most jelenleg fehér tojásunk van, itt megkérdezték gyerekek, miért fehér, mert mű nem mű, hanem van fehér is. Ezt egyébként zárójelben megjegyzem, én is kb. 3 éve tudom, hogy azok nem, hogy az létező tojás. Egyébként a hagyományos krémszínű tojással is hímezni, tehát tudunk hímezni nyilvánvalóan. Gyermekkoromra visszaemlékezve édesanyám, tehát nekünk a hagyományos tyúk tojás volt, és édesanyám azt csinálta, hogy a tyúk tojásnak a világosabb darabjait szedte ki, és azokat hímeztük, mert jó, szebb rajta, szebben mutat majd a hím a minta. Na most ezek boltban vásárolt tojások, de rendes tyúk tojás, amit előfőztünk már a tegnap, tehát ezek főtt tojások. Az, hogy elő van főzve, az azért kell, mert mondjuk amikor forró, akkor nehéz vele dolgozni? Nem, vagy... egyszerűen azért főzzük meg, hogy egy kicsit tehát jobban tudjunk vele dolgozni, egyrészt ezért, mivel a meleg, langyos tojáson szebben tudjuk rajzolni a mintákat, a viasszal. És ezért, tehát ezeket ugye már megfőztük, most meleg vízben, illetve langyos vízben állnak, hogy ne hűljenek ki, mert ha kihűl a tojás, akkor ha viasszal rajzolunk rá, nagyon hamar hűl a viasz, és nem érkezünk egy kicsit sem húzni vele. Tehát olyan hip-hop ráhűl. Igen. Ahogy megdermed. Igen. Na most, van-e arról valami információ, vagy valami elképzelés, vagy bármi, hogy ez kinek jutott eszébe, hogy fogjon egy tojást, ami ugye termékenység jele, tehát nyilván ezért van a tojásdíszítés, de hogy egyszer csak így, jó, ezen jól mutat a viasz.
hogy ez honnan eredhet ez a dolog? Én azt szoktam mondani, ugye a paraszt ember az igen leleményes volt. Tehát a saját eszközeitől kezdve, amihez szüksége volt konyhában, a hétköznapokon mindent meg tudott alkotni. És a húsvét viszont az egyik legnagyobb ünnep a kereszténységnek, hát pont ehhez ne tudott volna akkor valamit kitalálni. És ugye ez most nem az egyházi részét nézzük, mert ugye a húsvét két napjából az első az, ami a vasárnap, ami inkább egyházi vonatkozású, a hétfőn inkább a népi hagyomány, tehát a hagyományok, népszokások kapnak helyet, és nyilván ahhoz nyúlnak vissza, ami a legősibb, tehát a termékenység szimbólumához. És ugye a tojás a termékenység szimbóluma is, és az is jelképes, hogy pont a lányok adják a fiúknak, azoknak a fiúknak, akik eljönnek meglocsolni őket, és itt megint csak a víznél tartunk, ugye hagyományosan vízzel locsoltak, ami viszont tisztító, tehát a tisztítást, a megújulást, a megtisztulást jelképezi maga a víz. Ugye ma már jönnek a kölni vizek, illatos, stb. Egyéb dolgok, de a hagyományosan az megmaradt, tehát az a víz. Tehát ott tartunk, hogy a tojást előző nap megfőztük, kihűtöttük, de utána langyos vízbe tesszük, hogy azért úgy könnyebb legyen. Igen, vagy előtte is most lehetett volna főzni, csak nem szabad, hogy nagyon forró legyen, és nem szabad, hogy hideg legyen. Tehát langyos legyen a tojás, most itt langyos vízbe van. Fontos jól megszárítani. Kicce. Ezt így egyszerűen, igen, és így is szoktuk emlegetni. A kicének az a lényege, hogy egy fa pálcika, aminek a végében egy fém csövecske be van ékelve. Ez a fém csövecske lyukas, tehát belül üreges. És amikor én belemártam a viaszba ezt a belül üreges fémcsövecskét, vagy a botocskán végét, akkor az annyi viaszt szed magába, vagy annyi viasz marad benne, hogy mondjuk tudok húzni vele egy mintát. Egy kacskaringót, nem többet. Vagy egy egyenes vonalkát. És aztán ez újra tulajdonképpen olyan, mint a töltőtól? Úgy képzeljem. Igen, és ez nagyon rátapintottál a lényegre, mivel ezek a kicék, ami a kezünkben van, a régi töltőtólnak a betétjéből van kivágva, tehát amikor még vaspaszta volt és nem műanyag, tehát ezek abból vannak kivágva, lehet írókákat, most így mondom, lehet írókákat venni kézműves boltban, azok tölcséresek, tehát felül egy kis tölcsér, amit be kell mártani, megtöltöm a tölcsért, és írok vele. Az, hogy milyen minta kerül rá, az... Vannak hagyományos mintáink is, igazából mindenkinek a fantáziájára van bízva, bármilyen mintát rá lehet viasszal rajzolni. Szoktam magammal vinni a hagyományos salánki viaszos mintákat, ezeket a ma is hímező asszonyoktól, illetve egykor hímező asszonyoktól gyűjtötték össze. Itt készréka gyűjtése van benne, Salánki lakos és néprajzzal foglalkozik, ő rajzolgatta le ezeket a mintákat, illetve nagyon sok minta ismerős számomra, nem csak azért, mert most már látom és készítem, hanem anyukám, édesanyám mintája, az Ána Eleonóra mintája is, ami nagymamámtól származik, itt vannak. Tehát a legegyszerűbb virág mintától. Tehát ők ezeket rajzolták. Igen. Tehát, és ez így átöröklődött, ugye édesanyám is lerajzolta azt, amit nagymamám készített, hogy megmaradjanak, és akkor ezt így rajzoltuk át, hogy mindenkinek látható legyen. Tehát rárajzoljuk a tojásra a mintát, elkészítjük. Az a jó a viaszban, hogy nagyon gyorsan dermed. Tehát ugye egyszerű méhviaszt használunk, ez nagyon gyorsan megdermed a tojáson, és gyakorlatilag amikor forgatom a kezemben a tojást, és készítem a mintákat, akkor nyugodtan megfoghatom a tojás azon részét is, amelyet már berajzoltam, mert hogy a minta az nem fog elmosódni. Láthatjuk, hogy hiába forgatom a kezembe, tapogatom, nem fog a viasz elmosódni, viszont, hogy szép legyen a mintánk, aranyporral kenjük meg.
Ez egyszerű boltban, piacon megvásárolható arany, borfestékbe is használják ezeket, színezéknek, és akkor válik a minta igazán láthatóvá, amikor rákerül az aranypor. Mindennek az érdekessége az, hogy az aranypor a tojásnak csak azt a részét fogja megfesteni, vagy csak oda tapad rá, ahol viaszos. Egyébként az, hogy ugyanezt a technikát, vagy ehhez hasonló technikát látok, mondjuk piros tojáson, vagy kék tojáson, az csak szimplán annyi, hogy előtte megfestjük a tojást. Előtte megfestjük, és akkor kész a tojásunk, kész a minta. Egy kicsit megtöröljük, mert hogy a fölösleges port szedjük le róla, és ennyi maga a tojás. Itt egyébként Kárpátalján más technikával lehet találkozni? Ugyanis, persze. Igen, lehet. Hát, nyilván minden régiónak megvan, vagy minden vidéknek megvan a saját technikája. Ugye most fentről indulunk, ha dobronyi hímeseket nézzük, azok a gyönyörű festett színes, piros, zöld, nem tudom milyen színekkel festett tojás, tehát ott igazán ennek van tradíciója, de hát ez illik magához, ahhoz a palócos néplélekhez. Itt a Bereg vidéken leginkább a berzselt és a hagymahéja festett vagy karcolt, hagymahéja festett és karcolt tojás. A karcolás az egyik legősibb technika a tojás hímezésében, főleg pásztorok készítették, tehát nem nők kezdték el ezt a technikát készíteni, hanem férfiak. Volt idejük, míg kim voltak a mezőn, addig kapargatták a tojásokat. A tojáskarcolásnak két típusa van, az egyik a forgórózsa minta, amiket készítünk, a másik pedig a virágcsokor. Na most a forgórózsa az a középső, a tengely összeérő pontjából indul ki, és szirmukat rajzolunk, de viszont nem díszítjük őket levelekkel, meg egyéb bimbókkal, hanem csak egy egyszerű szirmos virágról beszélünk. A virágcsokor pedig szintén megint a tengelyből indulunk ki, függőlegesen vagy vízszintesen rajzoljuk rá a növényi motívumot, a virágokat, mert egyébként a karcolásnál csak növényi motívumokat használnak. Használunk benne orgamentikus mintákat is, de viszont az orgamentikus minták mind kiegészítő mintáként szolgálnak, nem egyedül önállóan készítjük. Hagyományosan az asszonyok, amikor befejezték, akkor vettek egy kis szalonnát, és lekenték az egészet. Ez portolított is, és nagyon gyönyörű fényessé vált utána a tojás. Te várod a húsvétot? Igen, nagyon-nagyon várom. Szoktatok otthon tojást hímezni, vagy tojást festeni? Hát igen, valamikor ugye nagymamám átjön, és akkor így az egész család összeül, és együtt hímezzük a szép tojásokat. Sok tojás készül ilyenkor? Hát vagy így 25-30 darab. Olyan sok locsoló jár hozzátok? Igen, nagyon sok. Ez a technika, ez a karcolásos, amit most csinálsz, ezt szoktátok otthon? Ismeri a családból valaki? Hát eddig még nem csináltam ilyet. És viasszal festeni? Hát azt a legtöbbször szoktunk. Otthon is? Igen. Nagymama? Az egész család. Az egész család. És mi az, amit te legjobban szeretsz a húsvétba? Meg tudod nekem mondani? Hát az, hogy ilyen összeül a család, együtt van, és mindenki együtt csinálja a tojást, és hogy jönnek a locsolók, és hát én lényegében ennyi. Te várod már a húsvétot? Nagyon. Mit szeretsz legjobban a húsvétba? Meg tudod nekem fogalmazni? Hát... először is az, hogy a család össze van, együtt van a család, és egy asztalnál ülünk, eszünk, meg ilyenek. Szoktok járni locsolkodni apával, vagy testvérekkel? A barátokkal szoktunk, igen, meg a testvérem is valamikor. Mi a legjellemzőbb, amit a locsolásnál ajándékba kaptok? Csoki tojást, a mi falunkban inkább ilyen csoki tojást adnak. Hol van ez a falu? Gecse. Gecse? Aha, nagyszerű. És mivel szoktok járni locsolkodni? Esetleg szódásszifonnal, vödörvízzel, vagy esetleg kölnivel? Kölnivel. Azt szeretik a lányok. Igen.
És eljön a húsvét hétfő reggele, amikor a legényekkel locsolkodni indulunk. Zöld erdőben jártam, piros tojást láttam. Bárány húzta rengőkocsit, mindjárt ide szálltam. Nesze hát a rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom. Hon a tojás, a piros tojás, harisnyában várom. És aki még különlegesebbre vágyik, az most figyeljen igazán. Savval fogunk tojást hímezni, hagyományos módszerrel. A tojásokat ugye elkészítettük előre, hagymahéjban. És háztartási sósavat használunk, illetve fogpiszkálót, úgyhogy teljesen hétköznapi eszközökről van szó. Hétköznapi háztartási fogpiszkáló és háztartási sósav. Igen, pontosan. Mi az, amire figyeljünk a sósavnál? Mert azért azt gondolom, nem egy veszélytelen anyag. Nem veszélytelen. Nem kell mi kezdjük húzni? Ne, annyira nem. Tehát azért olyan problémákat nem okoz. Azért vigyázni kell, hogy az ujjunk ne érjen bele, vagy ne okozzon égési sérüléseket, de gyerekekkel is szoktuk használni, úgyhogy annyira nem volt még soha probléma. És nagyon egyszerű a dolgunk, a fogpiszkálót belemártjuk a sósavba, és elkezdünk valamilyen mintát rajzolni a hagymahéjban főtt tojásunkra. És ez a sav? És ha jó minőségű a sósav, remélhetőleg ez az lesz, akkor a hagymahéjat lemarja a tojásról, és ahogy áttöröljük majd a tojást egy valamilyen ruhával, vagy akármivel, akkor a mintánk gyönyörűen kirajzolódik a tojáson. Ez régi módszer egyébként, vagy mennyire új ez a savazás? Igaz, én nem gondolom, hogy új lenne, hiszen Beregen, ha jól tudom, akkor ez elég jellemző volt ez a technika. Érdekes látni egyébként, hogy így közelről látszik, ahogy a sav dolgozik a festéken. Igen, és a gyerekek is nagyon szeretik, mert viszonylag könnyű, és nagyon ügyesek, nagyon ügyesen meg tudják oldani ezt a feladatot. Katalin, otthon hogy állnak a tojásfestéssel? Hát mostanában már annyira nincs rá időm sajnos, mint amennyire szeretném, de azért egy néhányat hagyományőrzés szempontjából mindig szoktunk készíteni. A tojásfestés, locsolkodás, embert próbáló feladat, az ember pedig kivált húsvét idején hamar megéhezik. Ilyenkor kerül az asztalra egy különleges csemege. Langyos tejbe kell majd beleöntenünk a tojást, a cukrot, amit ugye összekeverünk, és a vaníliacukrot ízlés szerint. A tojástól lesz sárga a túró? Igen. Értem, igen. Ezt megfejtettem. Tehát ahány liter tejből szeretnénk majd készíteni, annyiszor tíz tojás kell. Tehát én most másfél liter tejet tettem oda, ehhez 15 tojást ütök fel. Házi tej? Vagy igen, házi tej. Én csak boltiból még nem próbáltam házi tejből. Igazából az érdekelne, hogy a zsírtartalma, tehát hogyha mondjuk valakinek nincs otthon házi teje, elmegyek a boltba, akkor sovány tejet vegyek, vagy zsírosat? Tehén tejet. Tehén tejet. Akkor igen. Szerezünk tehén tejet. Igen. Régen szerintem nem foglalkoztak ezzel az asszonyok, hogy most milyen a zsírtartalma a tejnek, megfejtik a tehenet, és az a tej tökéletesen megfelelt. Ez kimondottan katolikus étel, húsvétkor készítik, tehát vallási jellegű. Főleg a görög-katolikus laktavidékeken készítették, a Hajdúságban, Szabolcs-Szatmárban, Bereg megyében. De tehát annyira népszerű volt, hogy nem csak a görög-katolikusok, hanem a római katolikusok ugyanúgy készítik. Ugye a 40 napos böjt után már gazdagabb az asztal, és tehát ez is a sonka mellett nagyon jó kiegészíti a sós ízeket. Thank you.
Tej elkészült, vagyis nem kellő hőmérsékletű, és most bele öntjük lassan. Kevergetés. Folyamatos kevergetése, igen. Ezt a tojásos, cukros tálat. Tessék. És kérhetem a fakanalat? Persze. Ő a fakanál. Az már olyan, úgyhogy azt csak hagyd. Persze. Ezen volt az előző. Köszönöm szépen. Na és ezt lassú tűzön, ez egy türelemjáték. Kevergetjük. És ez be fog sűrűsödni? Igen. Jól gondolom? Igen. Olyan lesz, mint mikor a turót fűtjük, és akkor kicsapódik ott is a savó, és itt is ki fog csapódni a savó. És amíg a tej a tűzön túróvá válik, a kemence előtt a kalács befonódik. Úgy gondolom, hogy elkészült a sárga turónk, legalábbis ez a része, ami a spórón történik. Megvan a savó is, tehát most már leveszem a tűzről. A húsvét számunkra, keresztények számára a legnagyobb ünnep. Áldott húsvétot kívánok mindenkinek!